Szeretettel köszöntünk mindenkit a megjelenteket a mai estén. Szeretném bemutatni Etelközből, Klézséről, Moldvából Duma István András író, költő, néprajzos, mondhatok? Kutató, néprajzkutató, hitvilágkutató, eredeti, így mondta mindenkinek, hogy eredeti csángó ember, tehát nem a külsőségből, illetve a csángóságba, hanem ő benne él, ott született, és belülről látja a saját világokat, és ezáltal jobban megérti, mint az, aki kívülről esik rá a kérdése a csángóknak a létére, és ezért sokkal hitelesebb, amit ő, az András mond itt mindenkinek ma este, úgyhogy szeretettel fogadjátok az Andrást. Az előadás végén, aki szeretne még vásárolni könyvet, az vásárolhat. Egy verses kötete van, és egy a Csángó mitológia című mai este előadását is könyvformájában meg lehet vásárolni. Látod meg magam. Sokat fog dumálni, azért Duma Istvánnak is. Igen, tehát Jósvának igaza van, az én nevem az Duma. És hát igen sokat dumált ehhez képest Jóska róla. Én egy klézsei parasztembernek tartom magamat, tehát klézsében született ember vagyok, és annak jöttem ide. Nem másért jöttem ide, Egret ismerem több forrásból, elsősorban Petrás Ince János itt végzette az egyetemet, a tanulmányait, és szerintem az első magyar tudós pap volt, amely mint pap tudományos iratokat is írt, annak idejében Dobrendei Gábornak, és remélhetőleg, ha nem látok, vagy látok én itt jól, itt kellene legyen a Petrás Ince János Egyesületnek a vezetője, itt is van, Mag Lászlóné, ugye, és én nem először jöttem Egerbe, most véletlenül csepeltem Egerbe azért, mert egy Varga Lajos nevezetű ember köpörített, és mivel köpörített, én is köpörítem őt, és akkor így ismertem meg a Jóskát, és a Jóska így hozott ingemet ide, hogy önöknek ma este dumáljon. Szeretném megtudni, hogy hányan innen hallgatták még a dumámat, vagy ismerik a dumámat, láttok még személyesen mostanig. Aki még hallotta az előadásomat, emelje fel a kezét. Szóval senki. Kettő. Jó. Akkor én dumálhatok jól. Szóval nem tudom, mit tudnak Etelközről, tehát látnak ott valami pontokat, ugye. Nem tudom, mit tudnak a magyar nyelvről, de én megpróbálom most este, hogy felhúztatom Kentéknek a korcunjaikat, és itt a kurus csukljába ne tegyenek úgy, mint valami suskapuja, mert ha sokat köpörítni fogom, mint itt a filás köpöríti a cinkát, akkor biztos, hogy zsegerák lesznek, és a szádap alatt a bérig megfogja a vésárás, a cenke, a pipirig belrúgja a kürbécset. Szóval jól van, ugye? Majdnem megértettek mindent. Na most ez mindegyik magyar szó, de amelyik magyar szóhoz most próbálok közeledni, az a mi vándorlásunkhoz és a nyelvrontásunkhoz tartozik. Ugye az Ural völgyiből indultunk, amit látnak ugye a térképen, és nagyon szépen zöldel ki van teve oda, mint egy tojás, ugye? Annak eljöttünk Etelközbe a második zöld térképhez, ugye? És aztán azután behelyezkedtek egy része a Kárpát-medencébe, és az igazi magyarok megmaradtak attól pirosabb a hely. Ezért ugye van most egy kis Magyarország, van egy nagy Magyarország, van egy ős hazánk, hát még hol van ilyen gazdag népesség, ameddig ilyen sok terület birtokolhat a történelmiben. És hát ugye biztos, hogy tudják, vagy nem tudják, de vannak csángók. Most az én véleményem, az én kifejezésem most, önök nem fog tetszeni, de mi előbb közelítettük meg a Kárpát-medencét, mint önök leszálltok a Kárpát-medencébe. Mert van nekem egy mondásom, és azt mondom, hogy a csángók csánók, a székelyek leülők, és a magyarok fényeskedők.
ugye? A székelyek addig mentek, addig hunoskodtak és addig hódítottak mindenkit, amíg leültek. A magyarok megvárták, ugye, hogy mind a hunok kisepernek mindent, ők lehelyezkedjenek. Vajon miért a csángók megmaradtak, attól maradtak? Hát ha ott van az ural, akkor van ugyanúgy igével és nevezetes folyó, amelyiket szeretnek nevezni. Most ebből a pillanatból innen nyugodtra többet nem kapunk magyarul elnevezve igével szavakat, hanem inkább ilyen folyókat, hanem inkább tulajdonnal. Ezért azokat a szavakat, amelyeket önöknek mondtam, nem annyira hasonlítanak, mert hát nem filesesek. Ki tudja, hogy mi az a files? Füles. Vagy nyúl. Na most ebben a pillanatban önök fordították meg a gondolkodásukat, ugye mi csak az állatoknak adtuk a tulajdonságot, ugye mind a farkasnak közösen úgy hagyjuk, és igével kezdtek megnevezni bizonyos állatokat. Most tanuljuk a klizsei gyerekekkel, hogy mi a különbség a magyar kifejezésben és a csángó kifejezésben. Mind a ketten magyarul mondjuk, tehát hogyha elkezdünk beszélgetni, megértsük a szavat, ha nagyon odafigyelünk, csak mindenki a saját maga a kifejezésén szólítja meg például a madarakat. A madaraknál önök nagyon sok tulajdonságban nevezik a madarakat, most nem fogok erre kitérni. Tehát ez az első dolog, ami biztosítja, bizonyítja azt, hogy a csángók magyarok, de egy különleges törzse a magyarság. Vajon mit keresett a csángóság pont abba a helyiségbe, ahol a Kárpát-medencén túl van? Egy kicsit az a zöld túl ráment a pirosra, a piroses túl ráment a zöldre, tehát valamikor lent itt le Bulgáriáig, és felfelé mentve, még vagy lefelé is jöve irányi, abba a helyiségbe voltak elhelyezve a csángók. Ha belépnek az internetre, beírják angolul csángő, akkor meglássák, hogy csángók mindenütt vannak a világon, de leginkább ebben a vonalban, amelyiket én nevezem. Sőt, Bulgária határán van egy város, amelyiket csángónak neveznek. Tehát a csángók én véleményem szerint határcsinálók voltak, és egy ősi monoteista vallásban éltek. Tehát most már tudjuk, hol vannak a csángók, hol is vannak a csángók. Tehát a csángók valahol ott vannak, ahol nincs is Magyarország. Ugye a két gömb között valahol, ahol most az én kezem jár. Hogyha most betítünk egyet a filmmel, ugye, tehát itt van Magyarország, és valahol itt, ugye a térképen kívül kellene legyenek a csángók. Most még egyet betítünk, és nézzük meg, milyen sok csángó falu van. Ugye ez a térkép, ez egy nagyon régi térkép, amelyiket annak idejében a kutatók térképezték, kezdve Mikes László, Domokos Pál Péter, aztán pontosított a Táncos Vilmos, Pozsony Feri, ugye? Tehát, és itt van három csoport csángók, vannak az északi csángók, a déli csángók és a székelyes csángók. Ott van. Na most a legveszélyesebbek a déliek és az északiak. Mert a székelyesek azok már a nevük is eladja, hogy székelyek, tehát azok visszakerültek a madéfoglaló veszedelme után. Miért veszélyesek a déli csángók és az északi csángók? Mert a déli csángók közé és az északi csángók közé a magyar birodalom mindig hozott és táplált őket magyarokkal. Azt biztos tudják, hogy István király után a Mátyás király, ugye még László király is dominált sokat ott, de Mátyás király volt az, amelyik elveszítette Moldovát. Mert ugye összeverekedett István Vojtával, Stefan Cselmáre, hogy ők mind a ketten a román ágon rokonok voltak, a magyar ágon mind a ketten magyarok voltak, összeverekedtek, az egyiknek megsérült a lába, és abból is volt meg, tehát 30 évig hordta a lábán a sebet, ugye az olaszok nem tudták meggyógyítani, és nem tudom mennyire tudják, a történelem le is írja, hogy Mátyás király nyílval tért vissza Magyarországra a hátába. Tehát a két testvér összeverekedett, hogy a nép ne halljon meg az ő két verekedésüket, és azután ugye lassicskán Mátyás király elveszett a Moldovát. Tehát mit is vesztette el a Mátyás király? Az etern közben maradott magyarokat elveszítette.
hogy aztán azután mi történt? Hát tudjuk ugye, hogy 1222-ben alapították a Milkovi püspökséget, ugye, hogy a hunok megtérítésére, akkor tudjuk azt, hogy ugye negyedik Béla, második Béla, a többi Bélák azok is próbálták a Moldovát erősíteni, de a legveszélyesebb helyzet, amikor megszaporodtak a csángók Moldovába, azok voltak a székelységvel, amikor a székelyek ugye Modifolo veszedelme után el kellett hagyják Magyarország területét, és el kellett menjenek vissza Moldovába, hát hova helyezkedtek, ott voltak magyarok. Hát valószínűleg, hogy a székelység későbben került a csángók közé. Ezért vannak közös szavaink, például ott van a cinka, a kulyak, ugye ez kulyak nálunk, tehát kilyak. Ott van a szádob, az a hársfa. Dobszádot készítünk belőle, nem hársot, kötelet csinálunk, mint őnök. Ugye? De a közös, ami összeköt mind a három nemzetet, a katolikus vallás, vajon minek köt össze ez a három katolikus vallás? Hogyha még egyet lépnénk a izével, akkor megnéznék, hogy ez a Krézse térképe, ugye, és meglássuk a tájállását. Tehát a tájálláshoz keletről és nyugatra fekszik. Természetesen, hogy a patok folyását betartsa ez a kelet-nyugat, és néha olyan, mint a bumerán, mikor a románoknak ad egy pufot az arkra, mikor a magyaroknak. Most épp a románok a pufolja. Na most akkor ugye, mellette van Pokolpatok, az egy székelyes falu, itt lent, és Somosfa, ezek ilyen állami bűnözőkből kelekedtek Moldovába, és ezek későbben jöttek, még 200 évvel, mint a csángók, ugye, és hát ők nem tartották be azt a szabályt, amelyiket betartsák a csángók. A többi falu, mind az egész, amelyik csángó eredeti, keletről nyugatra fekszik. Mit látunk a csángó faluba? Vagy menjünk be a faluba, jobb oldalt kell legyenek a keresztek. Meddig? A kultúrközpontig. Kimenetre bal oldalt kell legyenek a keresztek. Ennek is megvan egy titka, és az én véleményemnek az a titok, hogy ezek betartsák azt a szabályt, amelyiket az ősi magyarok behozták az egyistenben hitő kereszténységből. Most a székelyeknél ez fordítva van, tehát ott van Csíkfalu, amelyiknél a keresztek, ugyan betartsák ezt a szabályt, tehát körforgás, csak ám nem jobb oldalt van B-menetnél, hanem B-menetnél bal oldalt, és kimenetnél jobb oldalt. Ez azért, mert a csikiok úgy tekintették, hogy ők egy halott faluba mennek. Az élő menen a jobb oldalt, és a halott menen bal oldalt. Mivel a csikiok el kellett menjenek Csíkszeredából, és mikor jönnek Moldovába, és egy új csikot alapítottak, akkor ők a keresztek szabályait megmódosították, megváltották, és bal oldalt tették. Vajon minek? Erre is eljutunk későbben. Na most, egy érdekes dolog, aki volt, Mag László elmagyarázhatja, hogy minden út a kereszt mellé nyitva van az út felé. A kutnál nem lehet hajat mosni, a kutból nem lehet innyani a cseberből, nem lehet behajolni a kut felé. A nő általában nincs mit keresen a kutnál, ugye? És konna van teve a kuthoz, amiből ihat az ember. És van egy másik szokás, amelyik azt mondja, hogy ha menünk el a kut mellett, kell köszönjünk, dicsítessék kut forrása. Még hol kell köszönjünk? Ugyan a keresztnél, ha menünk el, akkor azt mondjuk, hogy dicsítessék Jézus Krisztus. Egy csodálatos dolog történt meg, amikor elkezdtem ezután kutatni. Ugye párhuzamosan három dolgot kutattam, de az első dolog, amit kutattam, ugye ez volt, hogy a miért ez a dicsítessék a kut forrás, és akkor rájöttem, hogy ugye László király megtiltotta se, hogy a kutak forrása meg legyen tisztelve. Ugye? És hát beírtam a könyvembe, akkor a szerkesztő kivágta a könyvemből, azt mondta, hogy ilyen hülyeséget nem írunk be a könyvembe. És később, ami megjelent a könyvem, írt egy cikket, hogy nagyon sajnálom, hogy Tuma Andrásnak a könyvében nem engedtem meg, hogy bírja azt, hogy dicsértessék kutforrása, mert hisz László király és István királynak az intelmerébe lehet látni, hogy megvan tiltva a kutak tiszteltetése. Vagy miért tiszteltettük a kutakat? Miért kellett köszönjünk a kutaknak mind a keresztek? Nem másért, mert ezek kutak mellett
momáig állnak hengerkövek. Lehet nevetni elég a... Ezért azok a hengerkövek, valami nagy magas kövek, hát a falunak a tájállása, hogy lássák keletről nyugatra. Még egyet vetünk. Ez egy tántos hegy. Ugye ez keletről nyugatra. Hogyha most látunk, de ez most este van, amit látszik a Vénusz, fent az égbe. A hegyről, hogy jönünk be, jobb oldalt kellene legyenek a keresztek, ugye a be a templomig, és bal oldalt a templomtól kifelé. Most még egyet vetünk. Itt van ez a kő, amelyikről beszélt. Ennek a kőnek levágták a fejét. Még egyet vetünk. Ilyen az a fej. Ezt a fejet, ha visszateszik a helyre, akkor ez nem más egyéb, uraim, csak egy gyertyalámpa. Tehát mit jelképez a gyertyalámpa? A fényt, amelyik az égből jön. Tehát akkor a kút, a kereszt és a gyertyalámnak vagyon egy közös szerepe. Még vetünk csak egyet elég. Ilyen köveket találunk. Külső rekecsinkbe, más forgokba is, a legértelmesebb üzenet, amelyik nekünk jön, még egyet vetünk, ugye, a küsbaba, amikor bépokoljuk, akkor bépokoljuk, mint egy követ. Ugye, mi az a baba? Tudják, mi az a baba? De azt, hogy faszulyka, tudják, mi az? Van itt 2 éves gyerek? Tehát a faszulyka, ugye, a faszulykának a szára, újja, mint egy gyúj, és benne vannak a babok. Bab szemek, ugye? A baba tudják mi az? Igen. Na most a baba, a bab, az ugye a mab. Ugye? Mi a csángók nem mondjuk faszulyka, hanem azt mondjuk, hogy pesztára. Na most mi az a pesztára, és mi az a faszulyka? Leállítod egy kicsit azt a gépet? A babának a békötési, rajta van a bégetünk. A rovásírásban. Most meglátják, hogy ez nem is rovásírás, és az összes csángó faluban itt kötik be a gyereket. Sőt, még Székelyföldön, és a románok nem. A románok csak egyszerűen bétekerik. Nincs semmi bajom velük. Nekik megvan a saját kultúrájuk. De ez ennyi is megvan. Még egyszer eljövessük. Filmes. Na, nem nagyon látszik, de ha kifejlítenünk ezt a templomot, meglátnunk, hogy a templom 4 szegletibe nincsen oszlop. Tehát ez a fedele. Ugye? Ugye? És itt a 4 szegletben nincsen semmit, de egyik szegletiben van. Tehát az egyik szegletiben van itt egy oszlop, és itt egy másik oszlop, amely támaszkodik a 2 talp vége. A talp alatt, a szegletben van egy kő. A kőnek ez a formája. Tehát mit is jelent ez a kő? Ez a templom 500 éves. 1400 valamennyivel van itt mitve. Ez a kő egy olyan bálványkő, mert ugye jobb oldalt van, ahogy menjünk be a templom ajtajára, tehát a északi ajtajára, hogy menjünk be, jobb oldalt van, és előtte van, ami nem látszik, mert a másik oldalában lenne fényképez, akkor látszanék, hogy előtte van egy nagy kereszt, ugye, amely kereszt vasból van csinálva, és ilyen motivumok vannak rajta. Tehát rajta van a tulipán, rajta van az égbolt, ami nem látszik, nem fogom ide most lerajzolni, de valahogy itt mutat ki, túl diszikre van. Na most, mi más nem bizonyít ez, hanem arra a kőre, arra a bálványkőre fekszik az egész katolikus egyház, amelyik volt a magyar egyháznak a vezetése. Mert ezek a kövek helyébe a kereszteket tették a kutak mellé, az utcédibe, amely mamáig megtartja a katolikus vallást. Tehát a keresztény katolikus vallás a csángóknál nem volt nagyon nagy dolga, csak egyszerűen ráépült a vallása. Ezért annak idejében ugye a Talmacsel pap keverve volt Bece Éva táltos nővel. Tehát mind a ketten táltosak volt.
voltak. Egyik pap volt, a másik tátas volt a falu, de mind a kettőt egymódú tisztelték. Ugye ez 1947-ben még élőben volt. Miért is fontos, hogy mi meglássuk ezeknek a köveknek az elhelyezését és ezeknek a keresztényeknek az elhelyezését, és miért kellett én ezekről önöknek beszélgetni? Ez, amit önöknek mondtam, le van írva egy olyan jelképbe, amelyiket úgy nevezünk, hogy keptár. Hogy most mit jelent a keptár, azt nem mondom el, mert ez is jelent valamit, tehát ez a szó a modern világban jelent valamit, le lehet fordítani, de csak annyi